Megszokott, hogy a nyírbátori Györfi Tibor edzésközpontban délutánonként pattog a labda, igaz érettségi időszakban valamivel kevesebben ütögetnek az asztalok mellett. Vannak, akik számára már befejeződött a csapatbajnoki szezon, az NB2-es férfi együttes 9 győzelemmel, 2 döntetlennel és 7 vereséggel az 5. helyen végzett a bajnokságban. Azt gondolom, hogy ezzel az 5. helyen elégedettek lehetünk, úgy reálisan a 3 és 5 között vártuk a csapatot. A játékos állományunk az körülbelül erre alkalmas volt. Időközben volt egy kiválás, a Szeles Balázs úgy néz ki, hogy egyelőre abba hagyja a játékot, és az ő mérkőzései hiányoztak ez a 3. helyhez. De azt gondolom, amit szerettünk volna elérni, azt meg tudtuk tenni, hiszen beépítettünk egy csapatba egy 17 éves srácot, a Máté Dávidot, aki azt gondolom, hogy a következő szezonban már meghatározó eredményekkel segítheti a nyírbátori klubot. A klub legmagasabban jegyzett játékosa, Tölgyes Dorottya, a női extraligában a Kecskemét csapatát erősíti. Az egyéni versenyeket tekintve a júliusi belgrádi Európa-bajnokság áll a fiatal pingpongozó felkészülésének fókuszában. Ő egy hosszú sérülésen van túl. Nagyon reméljük, hogy most már végleg, mert idestova 2 éve küzd különböző sérüléssel. Talán most már kialakult úgy a testének a gerincoszlopa és a vádrendszere, hogy már most nem lesz krónikus sérülés tovább, és el tud kezdeni olyan teljes értékű edzésmunkát, ami az élsporthoz szükséges, mert hát valljuk be őszintén, ő sem végezte el azt a munkát, amit kellett volna, nem azért, mert nem akarta, hanem egész egyszerűen az egészségállapota nem tette lehetővé. Ezzel együtt minden valószínűség szerint nagyon nagy csoda kellene, hogy történjen ahhoz, hogy az IFEB-re ne vigyék ki, hiszen még most is a legjobb eredményeket éri el ilyen 50-60%-os edzésmunkával a magyar mezőnyben a korosztályába. Az elmúlt években nyáron is nagy volt a mozgás az edzőteremben, és a tervek szerint idén is foglaltak lesznek majd az asztalok. Szeretnénk edzőtáborokat tartani, legalább 3-at, de hogyha van rá igény, akkor 4-et is. Erre Romániából, Szlovákiából várunk játékosokat. Az IFI válogatott is itt fog felkészülni egy helyig az IFI Európa bajnokságra, és aztán meglátjuk, hogy hogyan tudunk a jövőben még új gyerekeket behozni az rendszerbe. Szeretnénk meghirdetni egy nyári ismerkedő edzőtábort a kicsiknek, hogy nézzék meg akkor, amikor nem kell suliba menni, van szabadidő bőven, hogy egy hetet töltsenek itt azok a gyerekek, akik szeretnének megismerkedni a sportággal, és hogyha valakinek megtetszik, akkor az maradhat az őszi kezdésre. A fiatalok a legjobb magyar férfi asztali teniszezőtől is tanulhatnak majd, mivel Majoros Bence, mint minden évben, hazalátogatásakor nevelő egyesületénél végzi edzéseit.